Szerda este emlék mérkőzést tartottak a Lauber Dezső sportcsarnokban Füzi Ákos emlékére, aki ugye 2,5 hete hunyt el egy tragikus autóbuszbalesetben. Rád Géber László mondhatni a legközvetlenebb munkatársa és talán a legszorosabb barátja is volt Füzi Ákosnak. Most ismét megtelt Füzi Ákosért a csarnok. Ja, én örülök, hogy egy méltó sporteseményen emlékszünk Ákosra. Azt gondolom, hogy azok, akik eljöttek ma a sportcsarnokba, nem sajnálják ezt. Végül is kegyelet, méltóság, tisztelet, emlékezés, és azt gondolom, hogy ez igazán méltó volt a hegedű verseny és minden, úgyhogy nagyon köszönöm az összcsapatnak, hogy elfogadta ezt a részvétet. Köszönöm a vezetőiknek, a PVSK-nak, Kaposvárnak, az utánpótlás csapatoknak, és itt is a két női csapatnak, hogy itt részt vesznek, és hogy valójában jó érzés újból nagyon sok néző előtt kosárlabda meccset nézni. Mikor következhet el az időpont, amikor valamelyest úgy érzi az ember, hogy sikerült túltenni magát ezen a tragédián? Hát nem lehet túltenni magát az embernek, tehát valójában az van, hogy most egy kicsit könnyebb, mert racionális dolgokkal foglalkozik, szervez, kegyelet, ez az. Meg kell szokni az állandó hiányosságát, és ez nagyon nehéz. Végül is Ákos nagyon hiányozni fog. Az van, hogy nekünk az a feladatunk, hogy örök emlékét megőrizzük, és hogy segítsük a családját. Annak idején Horváth Judit hasonlóan tragikus körülmények között hunyt el szintén egy közlekedési balesetben, és mondhatni, hogy legendává nemesedett a városban. Elképzelhető, hogy Füzi Ákos hasonló piedesztára emelődik. Ők mind a ketten élő. Még éltek, addig is legendák voltak, élő legendák voltak természetesen. Az van, én egy dologban kötöm össze a dolgokat, hogy Ákossal az a rengeteg bajnoki címünk után minden reggel a bajnok ünneplés után elmentünk a temetőbe, és gyertelt gyújtottunk Jucika sírján. Én szeretném, ha egyszer megtehetném még az életemben, hogy egy bajnoki pécsi női kosárlabda bajnoki cím után gyertelt gyűjtsünk Ákos sírján.